Kritikus a száj, országszerte 20 és 30 mm közötti a csapadékhiány, csak hétvégén jöhet az eső. Vegyipari szakmai nap, a jó szakember képzése hívták fel a figyelmet szerdán Nyíregyházán. Tavaszi átállás, a jó idő beköszöntével egyre több a motoros, kerékpáros az utakon. Kritikus aszály van, országszerte 20 és 30 mm közötti a csapadékhiány. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A térségben egyre melegedő és csapadékszegény időjárás hatására a talajvízszintek folyamatosan az átlag alatt vannak. Jelenleg hasznosítatlanul folyik át a természetes víz a megyén, ezért a Feti Vízig új típusú fejlesztéseket és beruházásokat tervez. Kritikus aszály van jelenleg az országban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből pedig már tavaly is az országos átlagtól magasabb aszálykárt jelentettek be. A helyzet ősszel tovább romlott, így az őszi kalászosokat olyan talajba vetették, ahol nem lehetett első osztályú terményre számítani. Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt a 2019-es kárenyhítési évben a termelők eddig közel 550 aszálykárt jelentettek be, mintegy 24 ezer hektár területen, áll az Agrárminisztérium közleményében. Ennek a számnak a nagyságát az mutatja, hogy az elmúlt év hasonló időszakáig csupán egy kárbejelentés érkezett 41 hektár területre. A gazdák az agrárkárenyhítési alapra számíthatnak. Az elmúlt években már 25 milliárd forintnyi összeget sikerült felhalmozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kiemelte, akik eddig nem vették komolyan az öntözési rendszer kiépítésének fontosságát és fejlesztését, azok most belátják, mekkora szükség van erre a vízhiányos időszakokban. A kormánynak vannak olyan programjai, most is van egy ilyen több mint 35 milliárdos, ahol azokat a meglévő csatornarendszereket, amiket valamikor használtak, és talán ezeket lehetne előbb üzembe helyezni, és kevesebb költséggel. Ezeknek a megvalósításának, rendberakásának sok áttemelő szivattyút elloptak, megrongáltak, ezeknek a pótlása az első körben jelentetne nagy lépéseket. Örömmel dicsekedhetünk azzal is, amit évek óta magunkon keresztül vágyálomként megfogalmaztunk, hogy itt a délnyéségben, a vízválasztón, egy nyomotvezetéken elvezessük a vizet, és ezeket a csatornákat, a meglévő csatornákba vizet juttassunk oda, ahonnan valamikor ezek keretek és egy zsiliprendszerrel visszatartjuk a vizet. Szóval a projektlistába mégiscsak sikerült ezt beleerőltetni. A tavalyi évben 100 mm csapadék hiánnyal számoltak Szabolcs megyében, ez idén már 120-130 mm-re nőtt. Ez annak köszönhető, hogy télen is mindössze 20 mm-nyi hó esett. Rácz Imre azt is hozzátette, soha nem fordult még elő, hogy március 15-e körül a gyümölcsösökben már öntözni kell. Egy másik probléma, hogy a megyén hasznosítatlanul folyik át a természetes víz. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnak csekély lehetősége van a vízkivételre a folyókból. A Rétközi tó mellett van egy hely, ami a Tisza vízének vízkivételét teszi lehetővé. Azért igyekszünk mi a folyók vizét olyan tekintetben kihasználni, hogyha árhullámok jönnek, akkor mi ezeket az árhullámokat kiengedjük a csatornáinkba, tározóinkba. Ez a közelmúltban. Pontosan ebben az elmúlt hónapban meg is történt. Tehát mi a Szamos árhullámából, illetve a Tisza kisebb árhullámából tudtunk egy elég jelentős vízmennyiséget kiengedni. Ez az elég jelentős vízmennyiség, ez egy 4,3 millió köbméter. Ez segített a Beregen, illetve jelentős mértékben a Rétközi tavon. A Szamosból kinyert víz pedig a Tunyogmatolcsi Holtmaroson, illetve a szamossái tározón. A jövőben elsősorban a folyókból, mobil szivattyúk segítségével nyerik majd ki a vizet. Továbbra sem megoldott a rokkantnyugdíjasok helyzete Magyarországon, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József. Az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság tavaly kötelezte a kormányt, hogy ez év március 31-ig állítsa vissza a rokkantnyugdíj megállapításának korábbi gyakorlatát, de ez nem történt meg. Halmi József hozzátette, felszólítják a kormányt, hogy kárpótolja a rokkantnyugdíjasokat.
Nagyon sok embernek az életébe került, nagyon sok család ment tönkre, mert hogy az, hogy az emberi méltóságába alázták őket a bizottságok előtt, mellette van, aki teljesen elvesztette a jövedelmét, vagy a jövedelmének nagy részét elvesztette, miközben egész életét becsületesen végig dolgozta, de a Fidesznek semmi se számít, különösen a szegény, hajléktalan és rokkant beteg ember, neki csak a jómódú, neki visszanyújtó emberek számítanak, és mi felszólítjuk, hogy minél hamarabb adja vissza a rokkant nyugdíjak sok méltóságát. A jó szakember képzése és a vegyipar fontosságára hívták fel a figyelmet egy szerdai szakmai napon Nyíregyházán. Az eseményen a szakképzésért felelő szakemberek mellett a városban, gumi- és műanyagiparban tevékenykedő nagyvállalatok vezetői is részt vettek. Utóbbiak számára ugyanis fontos, hogy legyen megfelelő munkaerő utánpótlásuk. Szakember nélkül nincs jól működő gazdaság, ezt hangsúlyozták a szerdán Nyíregyházán rendezett szakmai napon. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálni kell a szakképzés rendszerét és a gazdasági helyzetet. A Veselényi Középiskolában tartott beszélgetés egyik fő témája az volt, hogy rá kell hangolni a szakképzés rendszerét az IPAR 4.0 koncepcióra. Ehhez pedig kínálat helyett keresletvezérelte képzést kell kialakítani. Ebben fontos szerepe van a duális képzés kiszélesítésének, az ágazatokat tekintve pedig a vegyiparnak. A vegyipar nagyon fontos terület Magyarországon, mert ha megnézzük, hogy melyek azok az ágazatok, iparágak, amelyek a GDP-nek a százalékait adják, akkor hogyha a különböző vegyipari ágazatokat összeadjuk, akkor gyakorlatilag a járműipar után következik a vegyipari ágazat, hogyha így amblokk az egészet nézzük. Úgyhogy a vegyipar nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk képzés szempontjából. Pontosan a duális képzésnek ez a lényege, hogy nem azt tanítom, amit tudok, hanem amire szükség van, vagyis valóban keresletvezérelté tegyük. Ezért a vegyipari ágazatra különösen oda kell figyelni, nagy a jelentősége a magyar gazdaságban a vegyiparnak. Nyíregyházán és térségében az elmúlt években koncentrált gumiipari vállalkozáskör alakult ki, amelyben nagy nemzetközi cégek is megtalálhatóak. Itteni tevékenységükkel, termékeikkel pedig nem csak országon belül vannak versenyben, hanem az egész világon. Ilyen vállalat a Contitech is, ahol felsőfokú és szakmunkás végzettségű szakemberekre egyaránt szükség van, és ezt szeretnék hosszabb távon is biztosítani összefogással. Világos számunkra is, hogy nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy biztosítani tudjuk a megfelelően szakképzett munkaerőt. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy szerencsés helyzetben van a Continental, tehát jelen pillanatban minden egyes meghirdetett helyünkre több pályázó és több jelentkező van. De még egyszer mondom, nem ringatjuk illúzióba magunkat, tenni kell és többet kell tenni azért, hogy a jövőben is így maradjon. Nem csak a gumi, hanem a műanyagipar számára is fontosan vegyipari szakemberek utánpótlása Nyíregyházán. A szakképzési centrum feladata, hogy megfelelő számban és minőségben képezze a szakembereket a városban. Néhány nap múlva a szakmák éjszakájának képzéseiket népszerűsítik a fiatalok körében. Azt gondolom, hogy a pályaorientációt már nagyon kiskorban el kell kezdeni, és majd nem sokára lesz a szakmák éjszakája április 12-én, amikor arra szánjuk azt a estét, hogy közelebb hozzuk a gyerekeket. Igen, tehát én is úgy érzem, hogy a legfontosabb terület ezen a területen a pályaorientáció, és az, hogy a cégekkel együtt közösen megismertessük azt, hogy miről szól egy műanyagipari vagy egy gumiipari szakembernek a tevékenysége. A szerdai eseménynek egyébként előzményei is voltak. 2017. októberében egy hasonló értekezés után elindultak egy úton a szakképzésben. Most az volt a cél, hogy megnézzék, hol tartanak és hogyan tovább. Mint elhangzott, közös érdek, hogy a városban maradjanak az itt tanuló fiatalok. Folytatódik az Otthon Melege program konvektorcsere alprogramja, amelynek keretösszege 2 milliárd forint lesz. Az érdeklődők pályázataikat országosan május 20-ától küldhetik be, jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A hiradó.hu beszámolója szerint Weigartner Balázs az alprogramról elmondta, a támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60%-a, ami akár 750 000 forint is lehet. Az államtitkár kiemelte,
Az alprogramban nem csak a konvektorok cseréjére, hanem már a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni. A pályázati kiírásban megfogalmazott műszaki elvárásoknak megfelelő gázkonvektor készülékekre darabonként 60%-os támogatás mellett bruttó 96 ezer forint támogatás igényelhető. Az újranyitott pályázat a beérkezett lakossági igényekre és szakmai javaslatokra figyelemmel több ponton változik, és egyszerűbbé válnak a feltételek. A jó idő beköszöntével egyre több a motoros kerékpáros az utakon, nekik és az autósoknak is fel kell készülniük a tavasszal megváltozó körülményekre, és be kell szerezniük az évszakváltáshoz kapcsolódó felszereléseket, a kocsikra pedig lassan ideje feltenni a nyári gumikat. Itt a tavasz, melegszik az idő, és egyre több a napos órák száma. Az évszakváltás az utakon közlekedőktől is másfajta vezetési stílus követel meg. Nem csoda, hogy felpörög a munka ilyenkor az autószervizekben. Nem csak magunkat, a gépjárműveinket is fel kell készíteni a változásokra. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogyha nem megy tartósan 7 fok alá a hőmérséklet, érdemes lecserélni a kocsi gumijait. Nem célszerű sokáig a téli gumival járni, mert sajnos a tapasztalatunk, hogy a képviselők egy része úgy van, hogy a már lekopott téli gumival még a nyári szezonban jár, és majd utána a téli gumit vesz újat. Ez azért nem jó, mert a téli gumi nyáron ugyanolyan veszélyes, mint ha nyári gumival járnánk télen, mert más a járművek dinamikája. Amennyiben kerékcsere van, úgy célszerű hozzáigazítani a fékeket, egy fékátvizsgálás, valamint a járműveknek a világító és jelzőbelentést, ezt minden esetben célszerű átvizsgálni. Nem csak az autósoknak, a kétkerekű járművekkel közlekedőknek is oda kell figyelniük az évszakváltásra, akik a jó idővel egyre aktívabbak. A kötelező felszerelésekről ilyenkor sem szabad elfeledkezniük. Bár a bukósisak csak a motorosoknál kötelező, a kerékpárosoknak is ajánlott. Ez a védőfelszerelés súlyosabb sérülést óvhatja meg őket, sőt akár életet is menthet. Mielőtt először motorra, bringára pattanunk, érdemes felfrissítenünk vezetői tudásunkat. A motorkerékpárosoknál célszerű egy vezetési tréninget valahol beiktatni, vagy egy vezetési gyakorlatot, nem rögtön a forgalomba menni, mert azért csak néhány hónapon keresztül álltak azok a vasak, és egy más vezetési stílust igényel, mint a személygépkocsi. Akkor is, hogyha a KRESZ tudás megvan, maga a jármű kezelést egy kicsit felfrissíteni célszerű. A kerékpárosoknál pedig ugyanúgy célszerű a világítás meglétét ellenőrizni, valamint egyéb biztonsági berendezéseket, ugyanúgy, mint a motorkerékpárnál. A Megyei Baleset Megelőzési Bizottság egyébként idén is közlekedésbiztonsági családi napon segített a tavaszi átállásban. A járművek ingyenes műszaki átvizsgálása ezúttal is népszerű volt. Az immár hagyományosnak számító rendezvény célja, hogy az autósok és kerékpárosok közvetlenül szakértőktől kapjanak segítséget a járművek tavaszi felkészítéséhez. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiket például KRESZ színező várta, emellett kipróbálhatták a motorszimulátort is. Véget ért az értékes barangolás vetélkedő sorozat Szabolcs megyei döntője, amelynek a Sóstói Múzeumfalu Pálinka háza adott otthont. A megmérettetés témáját a magyar kultúra értékei adták. A programok során a versenyzők összegyűjtötték a helyi értékeket, amelyből létrejöhetett a megyei és a nemzeti értéktár. A megyei önkormányzat az Agrárminisztérium támogatásával idén 4. alkalommal szervezte meg a vetélkedőt. A verseny célja az, hogy a megye általános és középiskolásai számot adjanak arról, hogy mennyit tudnak a hungarikumokról és a megyei értékekről, valamint hogy megértsék ezek jelentőségét. Igyekszünk is élményt is adni természetesen, amellett, hogy ez egy vetélkedő, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben az értékes barangolás vetélkedőben, nem csak a szakmai tudásukat bővítik, hanem egy picit meg is fertőződnek majd az érték gyűjtésnek, az értékőrzésnek a küldetésével, amit mi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságban valóban feladatként tűztünk ki. A mai döntőn mindkét kategóriában győztest hirdettek. Minden gyerek, minden iskola győzött, aki részt vett ebben a tevékenységben, ebben a rendezvénysorozatban, mondta Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, fontos, hogy a fiatalok is megértsék a magyar értékek megőrzésének fontosságát. A hungarikum
ügy, egy mozgalom folyamatosan fejlődik, terebélyesedik, egyre több településen fedezik fel azokat a helyi értékeket, amelyeket akár helyi védelem alá helyeznek, nyilvántartásba vesznek, gondozzák, ápolják az ezzel kapcsolatos hagyományokat, illetve megyei vagy akár hungarikum értékké is kívánják nyilvánítani. A vetélkedőnek nagy sikere van a megyei iskolái között. Több iskola a rendszeres résztvevője a versenyeknek. Ilyen a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium is, ahonnan idén második alkalommal érkeztek diákok. A diákok 6. osztályosok 8. osztályos gimnázium képzésben vesznek részt, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek erre a vetélkedőre, és közülük a legjobbakat válogattuk ki iskolai megmérettetés során, és a vetélkedőre a bizottság által biztosított segédanyagból készültünk, az internetet használtuk, és lehetőségeinkhez képest ellátogattunk a környéken azokra a helyekre, amelyek az értéktárokban szerepelnek. A résztvevő gyerekek rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodtak. Az itt megszerzett tudást a tanórákon is hasznosítják, a felkészítő tanárok pedig beépítik a tananyagba, tette hozzá Miklósné Király Éva. A Megyei Értéktárbizottság célja, hogy a jövő évben is ehhez hasonló, fiatalokat megmozgató pályázati programmal szolgáljanak. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinski Gyuláni együttese az Amatőr NB1 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen 64-60-ra verte a DVTK Miskolc U23-as csapatát. Az NKS vasárnap Kecskeméten lép pályára. Az élvonalbeli Diósgyőr második csapata számára is fontos volt a mérkőzés, amit jelzett, hogy a vendégek több A-csoportban is szereplő játékossal érkeztek a találkozóra. A sérült Farkasinski Orsolyát és Fekete Dórát továbbra is nélkülöző hazaiak az első két negyedben nem tudtak ellítni ellenfelüktől, 10 perc játék után döntetlen volt az állás, félidőben pedig egy pont alá jobban az NKS. A harmadik negyedet 7 ponttal nyerte a végül 22 egységig jutó Pál Vivien által vezérelt házigazda, és mivel az előnyből 4 pont még a végső dudaszó pillanatában is megvolt, újabb győzelemnek örülhetett Farkasinski Gyuláni együttese. Annyira határozottan és összeszedetten játszottak a lányok, és olyan jól tudtuk semlegesíteni ezeket a játékosokat. Megmondom őszintén, hogy magam is meglepődtem azon, hogy egy zóna védekezéssel, tehát az 1-2-2 zónánk az annyira maximálisan jól működött, annyira jól dolgoztak védekezésben, hogy egyszerűen sikerült a kinti dobásokat megakadályozni, és bent palánk alatt pedig ugye a kis Angelikát, azt becsapdázva sikerült úgy sem lehet, hogy 13 pontot tudod dobni egész mérkőzésen, és én azt hiszem, hogy ez volt mindenféleképpen ennek a mérkőzésnek a kulcsa, meg az, hogy hát a Vivien egy extrát kosárlabdázott, a Pál Vivien, aki ugye szerintem, nem tudom, itt az utóbbi időben talán a legtöbb pontot dobt ezen a mérkőzésen. A nyíregyházi kosársulira vasárnap újabb fontos mérkőzés várt, mivel a közvetlen rivális Kecskemét otthonában lépnek pályára Pál Vivienék. A Kecskemét az nem arról híres, hogy ők egy ilyen nyugis, békés kosárlabdát játszanának, ott azért fel kell arra készülni, hogy ott kőköve nem marad, de mi is erre készülünk, tehát ezen a héten csak is ilyen jellegű edzéseket tartunk, hogy szokják a játékosok, hogy itt bármi lehet, és ugye a játékvezetés is, ugye Bajáról jön két játékvezető, aki szintén nem fogja szétfújni a mérkőzést, tehát most itt azt fog nyerni, aki az adott kapokból jobban fog tudni kijönni. Az Amatőr NB1 tabellájának élén a TFSE áll 19 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 18-2-es mutatóval rendelkező csatadíjasét. Az 5 győzelem mellett 14 vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli a 11., a 3-17-tel álló Kecskemét pedig a 12. helyen várja vasárnapi mérkőzést. Ismét pályázhatnak defibrillátor beszerzésére a megyebeli futballcsapatok és önkormányzatok. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásának köszönhetően a pályázóknak az eszköz árának 5%-át, kevesebb mint 21 ezer forintot kell önerőként biztosítaniuk. Az MLS az elmúlt évben írta ki először a defibrillátor pályázatot azzal a céllal, hogy az amatőr csapatok mérkőzésein is legyen életmentő készülék. Akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 36 egyesület, illetve önkormányzat pályázott, és valamennyien hozzá is jutottak a készülékhez, amelynek árából 10%-ot kellett állniuk az érintetteknek. Idén még kedvező feltételekkel pályázhat az a 73 megyei első, másod, illetve harmadosztályú együttes, amelynek a pályáján még nincs defibrillátor.
A tavainál is jobban támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség, ugyanis a 95%-a tálja az MLS, és ez azt jelenti, hogy csak 5%-os önerőbefizetéssel elvihető. Ez egészen pontosan 20.638 forintot jelent, amit egy egyesületnek, vagy adott esetben egy önkormányzatnak kell befizetni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyébként ezek a készülékek ilyen 500 000 környékén vannak, és mindösszesen 20.000 forintért hozzá tudnak jutni. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy önkormányzat is pályázhat. Ez azt jelenti, hogy akár hétköznapokon nyugodtan lehet az önkormányzat hivatalába, polgármesteri hivatalba bárhol. A lényeg az, hogy a pályázatban vállalni kell azt, hogy mind az edzések, mind pedig a futballmérkőzések idejére ez a készülék a futballpályán lesz, és szintén fontos a pályázatnál, hogy a pályázat mellé be kell írni két olyan szemét, aki el fogja majd végezni az úgynevezett BLS képzést, ahol megtanítják neki azt, hogy hogyan kell ezt a készüléket használni. A pályázatokat április 17-ig nyújthatják be a klubok és az önkormányzatok kizárólag elektronikus úton. Az MLS tervei szerint egyébként a megyei bajnokságokban szereplő csapatok pályáin a 2020-2021-es szezontól kötelező lesz az életmentő készülék elhelyezése. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Országszerte 20 és 30 mm közötti a csapadékhiány, és eső is csak hétvégén érkezhet a térségbe, jelentős aszályban. A felső talajréteg szárassága már elérte a kritikus szintet. A térségben egyre melegedő és csapadékszegény időjárás hatására a talajvízszintek folyamatosan az átlag alatt vannak, ezért új típusú fejlesztésekre és beruházásokra van szükség. Vegyipari szakmai napot tartottak Nyíregyházán. A jó szakember képzése és a vegyipar fontosságára hívták fel a figyelmet az eseményen, amelyen a szakképzésért felelős szakemberek mellett a városban működő gumi- és műanyagipari nagyvállalatok vezetői is részt vettek. Utóbbiak számára ugyanis fontos, hogy legyen megfelelő munkaerő utánpótlásuk. Mint elhangzott, kínálat helyett keresletvezérelte képzést kell kialakítani. A jó idő beköszöntével egyre több a motoros, kerékpáros az utakon, nekik és az autósoknak is fel kell készülniük a tavasszal megváltozó körülményekre, és be kell szerezniük az évszakváltáshoz kapcsolódó felszereléseket. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy ha nem megy tartósan 7 fok alá a hőmérséklet, érdemes lecserélni a kocsi gumiait. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 4-én csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Péntek reggelig erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor előfordulhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Pénteken eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, eső zápor egyaránt várható. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21-24 fok között alakul. Szombaton keleten is egyre kevesebb helyen fordul elő záporeső, esetleg zivatar, felszakadozik a felhőzet is. Vasárnap, illetve a jövő héten változóan felhős időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan záporra, néhol zivatarra is lehet számítani, a hétvégén hajnalban néhol még előfordulhat gyenge talajmenti fagy. A maximum hőmérséklet sok helyütt meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket.